Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és mai vendégünk pedig Bogár László, publicista, közgazdász, itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, én köszönöm a lehetőséget, és tisztelettel, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat is. És valahogy úgy alakult, hogy jó régen beszéltünk, semmi tudatosság nem volt benne, én is most döbbentem rá, amikor erre a műsorra készültem, nagyon jó hallani önt, és hát viszont az idő meg arra jó, hogy bizonyos dolgokat összegezzünk, meg megbeszéljünk, hogy mi történt azóta. Ugye mi itt az Ultrahang csatornáján is próbáltuk el többek között önnel is elemezni azt, akár az orosz-ukrán háború kapcsán, akár a koronavírus járvány kapcsán és napjaink válságai kapcsán, hogy mi zajlik a háttérben, és most ismét ez lesz a témák, mert hogy úgy tűnik, mintha a végéhez közeledne az orosz-ukrán háború, legalábbis egyre többen vetik fel azt, hogy valamilyen formában le kellene zárni, de vajon mi jön utána, meg hogy egyáltalán változott-e vajon a világot mozgató, látható és nem látható erők terve? Ez lenne akkor az első kérdésem. Igen is. Hát valóban számos jel utal arra, bár óvatosság nem állt ezzel a bizonyos értelemben általam legalábbis harmadik világháborúnak tekintett konfliktussal. Azért gondolom, hogy ez világháború, mert egy olyan világban élünk, ahol egy ilyen konfliktus nem tud nem világháborúként viselkedni. Tehát, hogyha másképp nem, mondjuk az olajárakon keresztül bármelyik pillanatban a világ minden lakóját érintheti, ebben az értelemben, tehát legalábbis számomra, per definíció nem világháború, bár az elmúlt másfél, vagy már lassan közel két év során azért az is kiderült, hogy nincs igazán exakt definíciója annak, hogy mikor beszélhetünk világháborúról, de legyen igazunk önnek is, meg nekem is, amikor óvatos optimizmussal abban reménykedünk, hogy talán a második évfordulóra, tehát mondjuk jövő tavaszra, legalább valami ideiglenes tűzszünetig el tudnak jutni a felek, és ha ez megtörténik, annak nagy valószínűséggel az a legfőbb oka, hogy láthatólag egyik fél sem tud most már annál a pozíciónál jobb helyzetet elérni, mint amiben van. Ilyenkor általában már felvetődik minden háborúban legalább a tűzszünet lehetősége, de hát azért, és ezt azt hiszem az előző beszélgetéseinkkel említettük is, hogy mondjuk a vietnámi háború esetében, ami szintén egy proxy háború volt, tehát ott nyilván Amerika ott is a Szovjetunióval vívott háborút értelemszerűen, de ott is 1973-ban már, akkor éppen Párizsban jártam, és az Avnuklébenen már a nagy konferencia központban már Kissinger, meg Ledukto, észak-vietnámi főtárgyaló már intenzíven tárgyaltak, és nagyjából 73-ban létre is jött a tűzszünet minden feltétele. Ennek ellenére a háború ténylegesen már, mint a konflikt, az öldöklés, az csak két évvel később, 75-ben fejeződött be, és több százezer ember, hát 99%-ban persze vietnámiak haltak bele még abban a két évben is. Csak reménykedhetünk benne, hogy itt azért nem ez fog történni, hanem minél hamarabb legalább egy ideiglenes tűzszünetig eljutnak, csak még egyszer összefoglalva, túl sok újdonságot egyébként ezzel kapcsolatban valóban nem tudunk mondani. Ez a háború az utolsó fázisában lévő amerikai birodalom előre menekülése volt. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy az amerikai, és teljesen logikus egyébként az amerikai birodalom szempontjából, ezt többször érintettük még a háború előtt is, ezt a kérdést, hogy az amerikai birodalom szempontjából végzetes az, hogy egy olyan eurázsiai együttműködés alakult ki, mondjuk az elmúlt 20 év során egyre intenzívebben, amelyben Európa, Oroszország és Kína a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködési rendszere egyre inkább leértékelte az amerikai birodalom világhatalmi szerepét. És éppen ezért az amerikai birodalom stratégiai érdekei szempontjából az a törekvés, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy egyenként meggyengítse Európát is, Oroszországot is,
meg Kínát is, illetve hogy a köztük lévő kapcsolati rendszer szétvilálja. Ez egy abszolút logikus. Most az, hogy erkölcsileg próbálunk megítélni egy világhatalmi kérdést, ez kedves dolog, de hát illúzió azt gondolni, hogy itt bármiféle erkölcs szerepet játszhat. Itt érdekek vannak, és ezek a világbirodalmi érdekek Amerika számára az diktálta, mindent megtegyen annak érdekében, hogy egyenként meggyengítse Európát is, Oroszországot is, Kínát is, és szétzilálja a köztük lévő kapcsolati rendszert, és ennek a legjobb eszköze nyilván egy háború, ami formálisan ugyan Ukrajna és Oroszország között robbant ki, de nyilván ez egy európai és orosz háború, német-orosz háború, a gázvezeték felrobbantása szimbolikusan is jelezte, hogy ezzel egyszer is mindenkorra lerombolta azt a kapcsolati rendszert, ami főként Németország és Oroszország között volt. Tehát ebből a szempontból a háborúval az amerikai birodalom elérte a célját, tényleg lerombolta főként Németország és Oroszország között felépül kapcsolatokat, illetve hát egész Európa meg Oroszország között, tehát ez sikeres. Európát tényleg nagyon meggyengítette, de a többi cél az nem csak, hogy nem teljesült, hanem inkább kontraproduktív lett, mert azért a célok között az is ott volt, hogy hát, ha vissza tudja bombázni Oroszországot a jelcini korszakba, tehát a korlátlan kifoszthatóság állapotába, és ez már egyáltalán nem sikerült. Némileg gyengült ugyan Oroszország, de azt az alapvető stratégiai célt, hogy ugyanolyan szabadon kifosztató legyen, mint Jelcin idejében, azt láthatólag nem csak, hogy nem érte el az amerikai birodalom, hanem félő, hogyha bármilyen politikai változás menne végbe Oroszországba, akkor még Putyintól is brutálisabb elnök vezetné, már mind ebből a szempontból az amerikai birodalom számára, tehát ezzel nem érdemes kísérletezni. Ez népélek kérdése egyébként, hogy ez az amerikai tervez kudarcba vallott, vagy kudarcot vallott? Hát én legalábbis nem nagyon látom annak jelét, hogy Oroszországban, jó, hát never say never, persze minden megtörténhet, de hogy Oroszországban valami olyan változás menjen végbe, ami az amerikai birodalom számára hát azért előnyösebben teszi lehetővé Oroszország javainak a kiszivattyúzását, tehát valahogy úgy, mint a Jelcin időkben, tehát ennek én nem nagyon látom jelét. Erre nyilván alapvetően azért lett volna szükség, mert változatlanul az a helyzet, ha megnézzük ezt a US debt clock real time, hol ott pörögnek a számok, hogy 200 ezer milliárd dollár felett van Amerikának a national assets, tehát ugye a teljes nemzeti vagyon, és az unfunded liabilities, tehát a totális összes adóság. Most éppen, tehát mind a kettő már 200 ezer milliárd dollár felett van, most néhány ezer milliárd dollárral ugyan ez a real-time számláló nagyobbnak mutatja a nemzeti vagyont, mint a teljes adóságot, de ez inkább bűvész mutatvány. Tehát a tőzsdén nem olyan nehéz elindítani olyan buborékokat, amit most éppen mondjuk 8000 milliárd dollárral többnek látszik a vagyon, amiben nyilván az ingatlanok meg a pénzügyi eszközök is benne vannak, de hát nyilván egy birodalom számára ennyi játéktér a világtőzsdéken keresztül, hogy látványos, különösen mondjuk a választás előtti egy évben látványosan megmutassa, hogy azért mégiscsak nagyobb a vagyon egy kicsit, mint az összes adóság. Na de ez akkor is világtörténelmi nonsens, hogy egy világbirodalomnak majdnem annyi, ha csak majdnem annyi is az adósság, mint a teljes vagyona, hát az is azt jelenti, hogy teljesen lehetetlen helyzetben van. Tehát az, hogy minden áron, a szószoros értelemben minden áron hát forrásokat akar keresni és találni, ezért indította el egyébként a Ukrajna Európai Uniós tagságát is, mert az magyarul az azt jelenti, hogy innentől kezdve
ennek a proxy háborúnak, tehát az amerikai birodalom proxy háború, túlélésre zajló proxy háborújának minden költségét áttolja Európára. Ez magyarul ezt jelenti. Most az, hogy ezt kizárólag, és ő is azért csak óvatosan, kizárólag a magyar miniszterelnök mondhatja el, mert neki van olyan narratívája, hogy világosra tegye, hogy ez Európa öngyilkosságának, rituális öngyilkosságának utolsó felvonása volna, mert ezzel korlátlanul magára vállalná egy nyilván több százmilliárd, vagy akár 1000 milliárd eurós költséget is. És valószínű azért kénytelen az amerikai birodalom is most már alapvetően arra törekedni, hogy legalább valamiféle egyesség jöjjön létre, mert a választások előtt most már nem egészen egy évvel, az is nyilvánvaló, és ez a dolgoknak egy másik, de nem lebecsülendő vonulata, az is teljesen nyilvánvaló, hogy választás, hogy csak az lehet a következő elnök, aki békét szerez. Sokáig ez bizonytalan volt, hogy vajon ki lesz a sikeres elnökjelölt, az, aki a háború totális kiterjesztésével tűzeli fel az amerikai választókat, vagy az amerikai birodalom és az általa támogatott Ukrajna totális győzelmet fog aratni. Ez a jó harc a gonosz ellen, és mi ezt segítjük. A gonosz így van, és térdre kényszerítjük Oroszországot, ez is lehetett volna alapvető témája, hogy a két elnökjelölt közül az győz, aki meggyőzőbben ígéri azt, hogy totálisan megsemmisítjük Oroszországot, de hát egyre inkább az látszik azért kibontakozni, hogy hát nem ez lesz, hogy pontosan mi lesz, ez egy nagyon izgalmas kérdés ám, hogy min is fognak majd elsősorban ezzel kapcsolatban vitatkozni az elnökjelöltek, de azért egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy inkább az lesz, és Trump már egyértelmű, persze nem tudhatjuk, mert lehet, hogy sem Trump, sem Biden nem lesz elnökjelölt. Minden megtörténhet, ez azért most minden eddiginél talán mondjuk az elmúlt 100 év Amerika történetében nem volt. Az a biztos, hogy semmi nem biztos. Így van, tehát semmi nem biztos, lehet, hogy egyikük se, vagy csak az egyikük, tehát erről nem tudhatunk, de az, hogy Trump azért elég egyértelműen beleállt abba, ahogy kijelentette, hát ez mondjuk egy ilyen jellegzetes Trumpiáda, persze, hogy 24 órán belül békét, vagy legalábbis tűzszünetet teremtenék. Ez azt hiszem is, azért ebből már nem lehet visszajönni, tehát ha egyszer ezt a mondatot kimondta, és úgy érzi, és valószínű nem teljesen alaptalan ez az érzése, hogy ezzel lehet elnökválasztást nyerni, akkor nyilván egyre határozottabban kitart emellett a mondata mellett, és ezzel feladta a leckét, mert a klíma, tehát a vélemény klíma Amerikában azért slightly, de errefelé mutat. Tehát egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy igenis a versenyfutás az elnökjelöltek között azért megy majd, hogy ki tud a lehető leggyorsabban, és persze Amerika számára lelkileg, erkölcsileg és anyagilag is minél kevesebb veszteséggel, sőt inkább valamiféle győzelemnek az érzetével lezárni ezt a háborút. Le lehet? Vagy ez csak kommunikációs kérdés? Hogy? Hogy csak kommunikációs kérdés az, hogy le lehessen így zárni a háborút? Hát igen, ez helyén való, hogy ténylegesen mi van mögötte. Ne becsüljük le persze azért a kommunikációt, tehát a narratívák, erről mindig beszéltünk, a narratívák jelentőségét, narratívák háborúja is zajlik. Nyilván az, hogy ténylegesen mi fog történni, azt nem feltétlenül csak az amerikai birodalom a nagy valószínűséggel 10-20 éven belül
lehanyatló amerikai birodalom uralmi struktúrái döntik el, hanem ahogy beszéltünk róla, ez elég szürreálisan hangzik, a szószoros értelemben szürreál, tehát a valóság fölötti térben, én egyre inkább így érzem, ezt persze nem könnyű bizonyítani, de mint munkahipotézist talán elfogadhatjuk, hogy van egy harmadik szint is, tehát ugye vannak a nemzetállamok, van a mindenkori világbirodalom, ez most Amerika, és van egy birodalom kiválasztó főhatalom, amely az elmúlt most már közel 600 évben Amerikával a hatodik birodalmat építette fel, és most lejáróban van az ő 100 éve is. Ilyenkor általában az történt az elmúlt több mint 500 év során, hogy ez a birodalom kiválasztó főhatalom megversenyezteti a régi birodalmat és a leendő új birodalmat. Persze mindig megvan a lehetőség arra, hogy az előző nincs előírva az, hogy 100 éven belül mindegyik birodalom megbukjon, hanem ahogy beszéltünk róla, ennek valószínű a szellemi degenerálódás az oka. Tehát a first turning, tehát a negyedik generáció, az már inkább degeneráció. Egyszerűen azért, mert a birodalmi elitnek lenni, az a negyedik generációban már az elbizakodottságnak, a hübrisznek, az arroganciának, és persze az üres felszínességnek, a cselekedetek végig nem gondoltságának, a meg nem gondolt gondolatoknak egy olyan szellemi káoszát hozza létre, ami miatt sajnos a birodalmak, illetve hát nem minősítsük ezt, ez legyen az ő dolguk, a birodalmak megbuknak. Ha az amerikai birodalom mutatná valami jelét annak, hogy valami olyan szellemi feláramlás zajlik, ami alkalmassá tehetné, tehát például megoldaná azt a világhelyzetet, amelyben számos rendkívül súlyos probléma van, nevezetesen legfőképpen az, hogy a nyugatias modernitás is válságban van az egész elmúlt 5-600 év, mert kiderült, és ami a 19. század óta kapitalizmus névre hallgat, tehát kiderült, hogy nem működik. Tehát szétveri az ember külső természetét, földet, vizet, levegőt, elmocskol, tönkretesz, és szétveri az ember belső természetét, lelki, erkölcsi, szellemi talapzatát, tehát lehet, hogy fantasztikus értékeket hoz létre, de mégiscsak deficites, mert több kárt okoz, mint hasznot. Most szándékosan ilyen primitív hétköznapiasan fogalmazok, de ez szerintem ma már minden gondolkodó ember tudja a világon, csak az a probléma, hogy senkinek fogalma sincs arról, hogy de mégis mi lehet ennek az alternatívája. Azt felejtsük el, hogy az a valami, ami magát szocializmusnak nevezte, az bármilyen szempontból alternatívan lehetett volna, mert az valójában nem volt más, mint egy a perifériákon létező primitív politikai kapitalizmus, ahol egy politikai részvénytársaság kollektív magántulajdonában volt az ország, annak rendje módja szerint meg is bukott. Egyetlen dolga az volt, hogy ledarálja, és a kapitalizmus számára emészthetővé tegye a tradicionális paraszti társadalmat, ezt véghez is vitte, és utána annak rendje módja szerint megbukott, tehát az nem, hogy nem alternatíva, hanem ennek a lehetősége fel sem merül, és sajnos nincs. Rengeteg elmélet van, de nincs egyetlen olyan koherens elképzelési rendszer sem, amelyik legalább elméletileg, szellemileg fel tudná vetni, hogyha a globális kapitalizmus szétesik, már pedig szétesik, mert nem képes. Tehát nem azt az alapvető, ugye erről is beszéltünk, a Kerloff és Schiller, két Nobel-díjas amerikai közgazdász, magyarul is megjelent Fishing for Fools, mondjuk halászat hülyékre, de aztán magyarul balekhalászat, tehát egy kicsit szalonképesebb módon balekhalászat fordítással adták ki, nagy sikert aratott, amiben ők, hát ugye két Nobel-díjas amerikai közgazdász megengedheti magának, hogy leírják azt, hogy systematically, tehát itt nem ilyen, hogy időnként úgy válságok vannak, de majd megoldja, tehát nem, nincs megoldása, tehát annak a valaminek, tehát vagy a földi élet, vagy a profit logika,
vagy-vagy, ne, ezt nem lehet vegyíteni. Tehát azok a gyerekes képzelgések, hogy, hogy de majd azért sustainability, meg a fenntartható corporate social responsibility, meg ez a ESG és egyebek, persze, tehát születnek ilyen részben gyerekes, részben szerintem inkább cinikus látszat megoldások, de ennek nincs és nem is lehet megoldása. Az emberiség tehát egy hihetetlen erejű változás előtt áll. Ha mondjuk az amerikai birodalomban elvileg létezhetnének olyan szellemi energiák, ami mondjuk ebbe az irányba menne el, és próbálna megmutatni, hogy én méltán leszek nem 100 év, nem bukok meg 100 év után, hanem mondjuk 1000 évig fogok létezni, mert van egy olyan létértelmezési logikám, ami kiutat jelent ebből az elmúlt 500 év. Meg lehet, hogy ez az is kéne, hogy az ember 1000 évig éljen, mert akkor úgy kontextusban tudná azt az 1000 évét értelmezni, de mivel jönnek újak és újak, mások a célok, nem? Sajnos így van, nincsen 1000 éves kollektív emlékezetünk, és valószínűleg... Majd Krisztus 1000 éves királyságában. Akkor itt viszont behoznék még egy kérdést, ezt ha már az 1000 éves királyságot így felemlegettem, ez pedig Izraelnek a kérdése, a Hamas és Izrael, palesztinok és Izrael, és mintha az arab világ és Izraelnek a konfliktusa lenne szövetségi rendszerekkel kiegészítve, hogy ez az egész konfliktus mennyire rajzol, tehát az amúgy sem egyszerű szövetségi viszonytérképet? Hát... Nem, most feladta a leckét. Gondoltam én, hogy nem lesz elkerülhető, hogy erről beszéljünk, de nem könnyű, ezt nyilván ön is érzi, Tamás, hogy nagyon nehéz. Az a megosztottság, ami ugye az ENSZ 193 ország szavazott, és volt is egy írásom ezzel kapcsolatban, aminek azt a címet adtam, hogy szétszavazva. Tehát az ENSZ 193 tagországa is, és az Európai Unió 27 tagországa is teljesen szétszavazott, és hát látjuk azért Nyugat-Európában is, főleg Franciaországban, de Amerikában is, hogy hát nincs könnyű helyzetben, hát az a valami, amit pontatlanul baloldalnak szokás nevezni, a demokrata párt sem Amerikában, mert hát azért, hogy is mondjam, csak két egymással semmiféleképpen nem összeegyeztethető álláspont megy totálisan szembe egymással ebben a hát, arab-izraeli konflikt, megnevezni sem igazán tudjuk, és akkor most veszek egy mély lélegzetet, és tényleg igyekszem politikailag minél korrektebb módon, de legalábbis megfontolásra. De nyugodtan tessék csak szabadon beszélni, nálunk még tessék? Lehet. De nyugodtan tessék csak szabadon beszélni, nálunk még lehet. Igazán nagyon kedves, és remélem senkinek az érzékenységét nem fogom ezzel megsérteni, de indulni csak abból tudunk, ha valóban választ próbálunk keresni a, hát a legmélyebben lévő és egyben nyilván a legkényesebb kérdésekre is. Tehát arról sokat beszéltünk, ezt most már többé-kevésbé talán mindenki természetesnek is fogadja, vagy természetesként fogadja el, hogy a mostani világbirodalomnak, tehát Amerikának ugye kettős szerkezete van, tehát van egy nemzetállami talapzat, tehát Amerika egy nemzetállam is, és erre a nemzetállamra épül rá egy világbirodalom. És az a helyzet, hogy hát Izrael esetében is erről van szó. Tehát van egy nemzetállam, és van egy világbirodalmi struktúra, csak ugye ez sokkal kényesebb dolog néven nevezni. Csak az én kérdésem az, hogy ez vajon, amire ön utal, az az amerikai struktúrára épül rá, vagy az izraeli struktúrára, mert nagyon gyakran úgy tűnik, mintha Izraellel is szembe menne, az Izrael államával, vagy a jelenlegi izraeli politikával is szembe menne az a struktúra, amiről most ön beszél. Hát, és ráadásul, hogy még bonyolultabb legyen, megosztott a nemzetállami szint is, hát egyesek szerint, és azért ez sem teljesen alaptalan, hogy ami történt, az egy pucskísérlet
Netanyahu miniszterelnök ellen. Most én ezt nem minősíteném, de azért hát nem lehetett nem észrevenni bizonyos jelekből, hogy azért ez sem zárható ki teljesen. Tehát azért vérfagyasztó összefüggésekre is derülhetne fény, soha nem fog, hogyha hát azt a kérdést, amit próbáltak is néhányan piszkálni, hogy hogy is van az, hogy a világ legkitűnőbb hírszerző szervezete. Jó, születtek erre válaszok, de azért szóval jó néhány nagyon kényes kérdés. És ha már itt tartunk, ugye szeptember 11-ét, tehát az izraeli vezetők egyértelműen úgy fogalmaztak, hogy ez Izrael szeptember 11-éje, csak ugye ez a kommunikációban egy kicsit jártasságot szerzett személy számára ma szerte a világon. Ez elég kényesen hangzik, mert azért kismértékben ugyan, de szerintem ma a világ 6 milliárd felnőtt emberének a nagyobbik része azért inkább azt a verziót fogadja el, hogy hát hogy is mondjam, csak ilyen let it happen. Tehát nyilván nem az, hogy a CIA szervezte meg szeptember 11-ét, de hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ne történjen meg, azt azért az valószínűnek. És én ezzel abszolút egyetértek. A kérdés, hogy Izrael esetében vajon milyen rétegekben találjuk meg a felelős? Tehát, hogy a kormányzat, vagy a kormányzatot pont hogy meg akarták pucsolni? Ugye ott láttuk, hogy komoly tüntetések voltak ezt megelőzően, meg olyan kérdésekkel foglalkoztak, amelyek lehet, hogy ma már a terror támadás tükrében bagatelnek tűnnek, meg hogy a Hamász mögött ki hogy állsz, vagy ezek mind szerintem nagyon fontos kérdések. Persze, persze. Tehát egy olyan brutális delegitimációs, ugye van így ilyen elegáns neve, tehát azért ez egy megválasztott kormány volt, és egy olyan brutális delegitimációs folyamat zajlott, ami szerintem Izrael állami léte óta, 1948 óta, én legalábbis úgy emlékszem, amire nem volt példa. Tehát azért ez is azt jelzi, hogy iszonyú tektonikus feszültségek vannak a nemzetállami szinten is, ami meg a globális szintet illeti, hát elég Soros György, illetve Henry Kissinger álláspontjának, hát hogy is fogalmaznak finoman, szóval nem egészen egymást fedő jellegével, vagy magyarán szólva, tényleg nem érdemes ennyire finomkodni, szóval totálisan kizárja egymást az, amire Soros György törekszik globális szinten, és az, amit Henry Kissinger képvisel. Ezek abszolút összeegyeztetetlenek dolgok, tehát a nemzetállami szinten is, meg a globális szinten is olyan törésvonalak, tehát olyan tektonikai mélységű törésvonalak vannak, amelyekről eddig hát egyrészt nem is lehetett, szigorúan embargós volt, tehát nem is lehetett tudni, ma meg abszolút nyíltan itt van a világ színe előtt, a világ azonban csak megilletődötten nézi, és nem tud igazán mit kezdeni ezzel, és én egy modellszerűen próbálnám ábrázolni azt, hogy miért élem úgy, hogy itt egy rendkívüli fontosságú világtörténelmi jelentőségű dilemma van, amit nem illik, hát egyelőre legalábbis néven nevezni, de nem lesz elkerülhető, hogy néven nevezzük, és ez az, hogy 1948 óta tehát egyértelműen van egy nemzetállami szint és egy világbirodalmi szint is. De kétségtelen volt olyan idő, mondjuk 2000 éven keresztül, amikor csak világbirodalmi szint volt, és nem volt nemzetállam. És nyilván elképzelhető egy olyan variáció is, hogy csak nemzetállam marad, de nem lesz világhatalmi befolyás, vagy hát, és akkor ezt ki sem merem mondani, olyan, hogy egyik sem létezik. Tehát nemzetállami szinten se, nyilván ez totálisan kizárható és tökéletesen érthető, hogy minden identitását vállaló zsidó ember számára a világon abszolút elképzelhetetlen, hogy se nemzetállam, se világbirodalmi befolyás ne létezzen, tehát ezt
kizárhatja, azt szeretné értelemszerűen, ez teljesen logikus, hogy mind a kettő legyen, mint ahogy 1948 óta ez így van. De közben még van az a két másik variáció is, hogy van nemzetállam, de nincs világbirodalmi befolyás, vagy megmarad a világbirodalmi befolyás, de nincsen nemzetállam. Ezek nagyon csúnya dolgok, tehát én belátom még kimondani is szörnyű, meg ezeket latolgatni, meg egyáltalán azt a értelmezési keretet, de könyörgöm, erről szól a történet. Tehát lehet itt sokáig a politikai korrektség jegyében tagadni és szigorúan büntetni azokat, akik egyáltalán csak felvetik, hogy gyerekek. Tehát most szóval, ha ezt az értelmezési keretet nem meri végig gondolni a világ, akkor a szőnyeg alá söprünk egy világtörténelmi jelentőségű kérdés. Ne arra budjon, Tamás, ezt én így érzem. Ez nagyon és fontos szerintem is, én akkor most... Mindenkit, aki ezt sértőnek tartja, abszolút nem akartam senkit ezzel megsérteni, de ha én így érzem, ön becsületesen kérdezett, és én igyekszem becsületesen válaszolni, hát ezt tudom erre mondani. Nem, én abszolút teljesen jogosnak tartom ezeket a felvetéseket, és akkor lehet, hogy én most meg még szókimondóbb leszek, ha már ilyen őszinteségi perceket tartunk. Örülök, hogy nem vagyok egyedül. Hogy ugye nagyon sok esetben azok, akik ma Izraellel kritikusak, vagy akár egyszerre szurkolnak ebben a kérdésben Palesztinának, miközben bevándorlás ellenesek, nagyon gyakran azt mondják, hogy igen, mert a zsidó emberek közül nagyon sokan a háttérhatalomnak a részei, és ugye itt, és én látom, hogy amikor Izrael nevét hallják, akkor egyből behúzzák a kéziféket. Miközben tényleg egy kicsit azt érzékelni, mintha most Izraellel szemben is ugyanezek az erők állnának. És ugye hát ön is gyakran használja a háttérhatalom kifejezés szót, és azért azt is látom, hogy vannak, akik ennek megpróbálnak egy ilyen abszolút antiszemita töltetet adni. Én magam is nyilatkoztam korábban több helyen, hogy hát én egy vállaltan Izrael barát embernek tartom magam, hogy én szerveztem tüntetés Izrael mellett, nem is akarom elbábozni, hogy ebben független lenni, de mondjuk az, hogy közben pedig a háttérhatalomról lehessen beszélni, azt szerintem ugyanolyan fontos, és egyáltalán nem gondolom antiszemitának magamat, hogyha ezekről a kérdésekről beszélünk. És szerintem itt van a nagyon érdekes dolog, hogy sok esetben azért, tehát olyanok is Izraellel szemben állnak, akik pont ebben a nemzeti állami kérdésben minden más ország esetében az adott ország mellett állnak. Ez is azt jelzi, amit most elmondott, és nagyon köszönöm, mert ez egy tökéletes analízise volt annak a, hát nyilván ezt is érzékeli, annak a többszörösen meghasított, tehát meglehetősen kaotikus, és az eligazodást hihetetlenül megnehezítő térnek, ahol ezt szemügyre kéne vennünk. Abszolút így van. Tehát igen, de amit most elmondott, aztán azt jelzi, hogy hát legalább egy fél tucat olyan törésvonal mentén van totálisan fragmentálva ez a probléma, önellentmondások egész sorával, hát amiben, hát most mondjam azt, hogy valahogy szellemi értelemben rendet kellene tenni, de csak félve merem feltenni a kérdést, de mégis ki volna az ma a világban, aki, hát szóval... Aki rendet tehetne, még egyszer mondom, először csak szellemileg ebben a többszörösen töredezett tabukkal, embargókkal, letiltásokkal, politikai korrektség és inkorrektség vágyával teli helyzetben. Tehát amire most a legnagyobb szükség volna, az az, hogy rendkívüli globális, általános globális elismertségnek örvendő és zsidó identitásokat is vállaló személyeknek kéne megszólalni. Mondjuk Henry Kissinger mindenféleképpen ezek közé nagyon aranyos volt, mikor mondta, hogy azt hiszem, ha felhívnám telefonon Pekinget, vagy akár Moszkvát is, biztos felvennék a Pekinget, de nincs kétségem az felől, hogy Moszkvában is abban a pillanatban felvennék, és ez ma egyike a legreménykeltőbb jeleknek a világon, hogy van egy 100 év feletti gyönyörű kort megért
aggasztján, akiben valami egészen kivételes világtörténelmi felelősség van ezzel kapcsolatban. De én nagyon örülnék neki, hogyha azért, hát, azért mások is csatlakoznának hozzá. Most nem akarok neveket mondani, én azért látok a világtérben néhány nagyon tiszteletre méltó személyiséget, aki én számomra például mondjuk akár Chomsky is lehetne ilyen, tehát akiknek hát nem ártana talán megszólalni, mert ez egy annyira széttöredezett tér, és annyira nem tud már az ember, tényleg olyan, mint volt valami, most hirtelen Sean Connelly volt a főszerepben, talán valami gyémántrablásról szólt, és hogy ott hónapokig gyakorolták azt, hogy ilyen lézerfények védik, szóval nem szabad megsérteni a lézert, tehát hogy úgy kell mozogni, hogy bejussanak abba a szépbe, hogy kikerüljék ezeket a bonyolult lézerfényeket. Hát ez is valami, úgy látom magam előtt a filmben, ezt persze csak egy krimiben tudják így előadni, hogy hónapokig kell egy, hogy 10 milliméteres pontossággal úgy mozogjál, hogy egyik lézerfénybe se ütközzél bele. Csak hát így egy világtörténelmi jelentőségű kérdés nyugodtan, emberséggel, őszintén tisztázni, hát elég nehéz, hogy közben ilyen fantasztikus, akrobatikus mutatványokat kell produkálni ahhoz, hogy véletlenül se sértse meg egyik lézernyalábot se. Hát igen, így jutottunk el a csillagok háborújához és a lézerharchoz. Ez volt a mai beszélgetésünk. Bogár László, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.